Jó estét kívánok, köszöntöm a Szombathelyi Televízió nézőit, ez a Szolgáltatók magazinja. Három témával foglalkozunk a mai műsorban. Beszélgetünk a Matthias Corvinus Kollégium diákoknak szóló tehetséggondozó programjáról, és megmutatjuk a Szombathelyi Képzési Központ nyílt napjáról készült összeállításunkat is. Aztán, ahogy megszokhatták, beszélgetünk a BEM lakás szövetkezet körüli aktualitásokról. Most pedig kezdésként egy összeállítást mutatunk önöknek arról, hogy 5 éven keresztül évi 100 ezer eurós kerettel névadó szponzorként támogatja a Scheffler Szavária Kft., a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskolát. A megállapodás értelmében az Aréna Szavária neve is megváltozott. Sajtótájékoztató keretében írt alá együttműködési megállapodást a Scheffler Szavária Kft. A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.-vel, valamint az önkormányzattal. A nagyvállalat 5 éven keresztül névadó szponzorként támogatja az intézményt. A polgármester elmondta, a cég példát mutat társadalmi felelősségvállalásból. Ez a mostani hosszú távú elkötelezettség azt gondolom, hogy a csúcspontja ennek a bizalomnak, hiszen ez egy 5 éves elkötelezettség, évi 100 000 euró erejéig, vagy keretéig, ami egy nagy összeg a mi számunkra, és ami olyan területen nyilvánul meg, amelyik valójában a szombathelyi gyerekektől az idősekig mindenkit tud érinteni, hiszen a sportiskolának valamennyi létesítménye érinteni lehet abban a tekintetben, hogy méltó módon tudjuk fogadni a szurkolókat is, és egyébként a sportolókat is. Szigeti Tibor ügyvezető arról beszélt, hogy amióta a cég Szombathelyen működik, rengeteg segítséget kaptak a várostól, ebből szeretnének visszaadni. Nagyon régóta fontolgattuk ezt a döntésünket. Azt gondolom, hogy mint a megye legnagyobb munkáltatója, így egy teljesen helyes viszony ez, hogy, vagy helyes döntés, hogy a megye legnagyobb sportlétesítményét, sportiskoláját támogatjuk névadó szponzorként. A sportközpont felel szinte az összes városi sportlétesítmény üzemeltetéséért. Az elmúlt évek energiaválsága jelentős terhet rót rájuk, megtakarítási intézkedéseket kellett bevezetni. Az együttműködési szerződés révén most nagy segítséget kapnak. A sportiskolában ugye vannak olyan szakosztályok, amely nem TAO pályázat útján finanszírozottak, hanem önköltségből, és így ezen együttműködés kapcsán nagyon remélem, hogy a többi szakosztálynak legyen ez akár az asztali tenisz, sakk, úszás, itt is tudunk egy minőségibb, színvonalasabb sport lehetőséget biztosítani a gyerekek számára. A sportcsarnok, ami egyben a Falkó kosárlabda csapatának otthona is, a Scheffler Aréna Szavária nevet viseli 5 éven keresztül. Ahogy ígértem, beszélgetéssel folytatjuk. Köszöntöm a stúdióban Beliznai Pálnét, a BEM lakás szövetkezet elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Túl vagyunk egy komolyabb havazáson, és ilyenkor mindig felmerül a téma, hogy a hóeltakarítás kinek is a feladata. Volt-e ebből fennakadás a lakás szövetkezet berkein belül? Sajnos volt, ugye nem most van életünkben először hó, de ez mindig meglep bennünket. Tavaly ugye, ha visszaemlékszem, nem nagyon volt hó. Tavaly beszereztünk minden egyes épületnek, lépcsőháznak a eltakarításhoz szükséges csúszásmentesítést, ugye egyszerűsítem, mondom, hogy sót, tehát nyilván nem a konyhasót, hanem ami erre kijelölt, és ez olyan egy perc alatt elfogyott az idén, amikor az első hó jött, hogy 10 percenként csöngettek, vagy jöttek, vagy telefonáltak, hogy só kellene. Na most, ezt mi tudtuk prezentálni. A legnagyobb probléma az, amit a kedves lakók nem nagyon tudnak, vagy elfelejtik. Tehát ahol van takarító, ott a takarító, amikor a takarítási napon hó van, akkor ő eltakarítja. De ha nincs neki takarítási napja, akkor nem. Akkor a lakóknak kell. Most hozzánk is jöttek, hogy jó, de hát most nem akkor esett a hó. Hát mondom, nagyon sajnálom. Ugye meg lehetne őket bízni horror összegér, és akkor ő nézné a nap 24 órájába minden nap, hogy mikor esik a hó, és akkor rögtön oda megy. Tehát ezt nem lehet. És akkor, ahol viszont nincs takarító, ott viszont a kedves lakóknak kéne eltakarítani. És bizonyos helyeken, ugye az önkormányzatnál voltunk egyik éven, ott a térképet megmutatták, hogy melyik épületnél
hol kell kötelezően az adott háznak, vagy házhoz tartozó takarítónak eltakarítani. Ezt mi mindig elmondjuk, azért ebből vannak problémák. Ugye inkább vidéken volt olyan, itt mondom Bükköt, ahol hatalmas terület van, ott viszont meg tudtam én a Bükki parkomot bízni, és ők megcsinálták, mert nyilván, hogy ott 166 lakó egy apartmanházban, akik nincsenek, és ott nem tudják eltakarítani. De egyébként már ugye próbálkoztunk, nem tudunk itt Szombathelyen olyat embert találni, és nem értik meg azt a lakók, ha én takarító személyzet vagyok, két napon takarítok, hogy reggel 6 órakor vagy 5-kor nem tudok ott lenni. Mert nem egy házat takarítanak, hanem többet, hogy megéljenek belőle, és mindenhol nem tudnak ott lenni. Én mindig fölhívom a figyelmet, nyilván a fiatalok is elcsúszhatnak, de az idősebbek még jobban. És én megkérem az idősebb korosztályt, mert néha én kinézek az ablakon 6:30, és látom, hogy már nagy cekkerekkel jönnek a boltból, hogy akkor ilyen időben azért később menjenek a boltba. Reméljük, hogy nem lesz több hó, a gyerekek ennek nem fognak örülni, mi ugye máshogy gondoljuk a dolgokat, és nem nagyon szeretjük a havat. Ahogy a nézők megszokhatták, mindig aktualitásokról beszélünk, és ugye a fűtési szezon kezdetekor és közben is nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a biztonságra és a szénmonoxid érzékelők fontosságára. Most ugye van is egy önkormányzati program ennek keretében. Igen. Mi az, amire felhívja a figyelmet ezzel kapcsolatban? Mi is elmondtuk, és nagyon jó, hogy az önkormányzat ezt kitalálta. Azt hiszem, én kollégákkal beszéltem, más megyei kollégákkal, sehol nem találták ezt ki, tehát hála, hogy tényleg az önkormányzat ezt fölvállalta. Ugye részint az önkormányzati tulajdonú lakásokba, illetve másnak is kifizetik, akkor, ha a számlát, meg a jótállási jegyet be tudja mutatni. Tőlünk is, kérdezzek a lakók, ezt tudtuk mondani, és én még egyszer elmondom a biztonság érdekében, ezt ne sajnálják. Azoknál az épületeknél, ahol megtörtént a gázfelújítás, ott már mindenhol a tervező előírja kötelezően. Tehát a felújítás után nem veszik át azokat az épületeket, lakásokat, ha ott nincs meg az érzékelő. Tehát ott biztonságban lehetnek a kedves tulajdonosok, de ahol esetleg társasháznál még nem történt meg, ott most is fölhívom a figyelmüket, hogy 15 000 forint az életünket meg tudja menteni, mert körülbelül ennyibe kerül egy ilyen szénmonoxid érzékelő. És ez is az összeghatár, ameddig az önkormányzat visszatéríti az árát a készüléknek. Szomorú téma, de beszélni kell róla, mert hogy előfordul. Mi a teendő akkor, hogyha haláleset miatt ürül meg egy lakás? Hát az utóbbi időben nagyon nehézséget okozott, hogy valaki elhal, és nincsen hozzátartozói. A mi szemszögünkből, tehát nincs bejelentve senki, egyedül van, idős, és meghal. Na most ilyenkor ugye erre is megvan a jogszabály, ilyenkor az önkormányzat ugye nyilván eltemetteti, annak van egy ára, és a közelmúltban volt olyan, hogy volt egy ilyen hölgy, és hát minket is meghívtak hagyatékira, mert nyilván amikor meghalt kicsi, de valamennyi összeg maradt, ugye, mert nem tudta nyilván kifizetni a közös költséget. És elmentem, és egymás után csak jöttek az emberek, nők, férfiak, öregek, fiatalok, és azt hittem, hogy egy másik tárgyalásra. Hát a végén kiderült, hogy egy helyre megyünk. Tehát ennek az idős hölgynek volt még, igaz, hogy nem Szombathelyen, testvére, két testvérének a hozzátartozója, tehát annyian lettünk egy pillanatok alatt, és nem tartották a kapcsolatot. Ez nagyon szomorú. Sőt, olyan is van, az is közelmúltban, hogy otthon halt meg szegény. És mire a szomszédok észrevettek valamit, és értesítettek bennünket, és mi elkezdtük keresgélni, hogy van-e hozzátartozója, és kiderült, hogy volt, de 10 éve nem tartották a kapcsolatot. Tehát ez nagyon szomorú dolog, de hát előfordul, és egyre gyakrabban sajnos fordul elő ez.
Akkor a másik dolog, amit, amikor örökbe adnak egy, illetve örökölnek egy lakást, és akkor nem jelentik be. És nekünk már a régi tulajdonos van, és hivatalos dolgokat kell intézni, és akkor nekünk kell kutatni, hivatalosan kikérni, mert, és amikor megtaláljuk, aki élet, ja, hát nem gondoltam rá. Ez is egyébként olyan, amikor elajándékozzák, jobban van. Akkor a másik, ezt mindig elmondjuk a kedves tulajdonosoknak, hogyha valaki a lakását felújítja, akkor azt előre jelentse be. Mi mindent elmondunk azért, hogy segítsünk nekik, hogy mit kell, hogyan, merre, hova. Közelmúltban történt egy olyan dolog, hogy valaki megvette egy lakást, az felújította, mindent kipakolt abból a lakásból, és hát újítja föl. Na most folyt a víz az alatta lévő két lakásba. De senki nem tudta, hogy ki él a lakás. Hol lehet elérni? A másik ilyen, ugye régen úgy volt, hogy ha valaki beköltözött egy új házba, vagy lépcsőházba, akkor bekopogott, jó napot kívánok, X Jakab vagyok, itt fogok majd lakni, most ugyan felújítok, van egy telefonszámom, ha valamit tetszik észlelni, akkor tessék fölhívni. Ilyen nincs. Beköltöznek új lakók, fogalmuk nincs, hogy a szomszédnak, mert ebben nem foglalkoznak, nem törődnek. Tehát annyira elidegenedtünk egymástól, ez régebben elképzelhetetlen volt. Úgyhogy bemegyünk egy 9 emeletes vagy 4 emeletes épületbe, nem tudják, hogy ki lakik ott, ki lakik fölöttem, alattam, szomszédba sem. És ebből hát elég sok probléma van. Pedig nagyon fontos lenne, hogy a lakásszövetkezet tudjon valaki kontaktszemét az adott lakáshoz, mert ebből adódhatnak bonyodalmak. Hogyan teheti meg ezt? A sima telefonhívás, gondolom, tehát nem kerül ez sokkal. Na most, ha felújítja, akkor le kell neki írni, hogy mit fog a lakásba csinálni. Ugye nyilván közfalakat, meg ilyen bontáshoz kérünk statikai véleményt, ha olyan. Tehát úgy bonthat valamit, nem csak most én nekiállok és fölbontom. Akkor ha a vizes blokkot akarja felújítani, azt is. Ha gáz, akkor ugye már gáztervet kérünk, akkor ez is, hát ezt is meg kell tenni. Akkor sokszor van olyan, ez is volt a napokban, hogy megvett egy üzletet vidéki házunknál, és ő most lakásként akarja használni. De az üzlet, alapító okirat szerint üzlet. És akkor leírta nekem, hogy ő mit akar, fehér ablakokat. Ez egy régi épület, ahol nem lehet fehér ablakokat, mert olyan településen városképileg nem lehet. És erre nekem, hogy miért nem, nyugodtan mindegy, hogy fehér vagy barna, de mondom, először is át kell minősíteni. Egy üzlet az nem lakás. Erre azt mondja, az üzletbe betehetek egy ágyat, és aludhatok ott. Hát mondom, ha innét indulunk, persze. Tehát ezek azok a dolgok, és azért mondom én mindig a kedves tulajdonosoknak, hogy előzőleg, ha telefonálnak, elmondjuk, mit írjanak le, hogy írjanak le, és akkor ebből nem lesz probléma. Például most a téli időszakban nagyon sok gond volt a fűtés dolgokban. Igazgató úrral beszéltünk is, majd jövőre mindenki máshogy próbálja csinálni. És mert régen volt a próbafűtés, és az nagyon jó volt, mert mindenhol a hibák kijöttek. És amennyivel többet kell fizetni, akkor az annyira nulla, hogy avval nem érdemes spórolni. De ez egy másik dolog. Na most, ugye amikor valaki a fűtéssel kapcsolatban akar szereltetni, most távfűtésről beszélek, akkor le kell ott a vizet engedni, ugye ezt a távfőst csinálja. Van egy nyomtatvány, az szépen kitölti az illető, meg a szerelője, és ezt a papírt behozzák hozzánk, nekem alá kell írni. Most is történt, és ma reggel értesültem erről, augusztusban kérte valaki az ürítést. És én ráírtam, hogy mikor, hogy
az engedélyezése, mert ugye ráírtam azt, hogy szeptember 15-ig, ugye a fűtés akkor kezdődik. Na most mi van? December, és most még nincs megcsinálva a fűtése, ott van picit, nem tudom hány hónapos gyerek, most kell újra kérni, mert akkor nem csináltatták meg. Úgyhogy hát most kellett nekünk kérni, mert ugye a távfőnél is megvan, hogy melyik napokon ürítenek, hát hónap ürítenek, majd most délután behozza nekem újra a papírt, mert az már elévült, hogy hát éppen mondtam a kollégáknak, meg a kivitelezőnek, hogy hát karácsonyra azért legyen fűtés abban a lakásban. Tehát sok ilyen apró dolog van, amit mindig azt mondom, hogy tényleg, ha betelefonálnak valami, akkor útba igazítjuk, és tényleg azért vagyunk, hogy segítsünk a kedves tulajdonosoknak. Csak vegyék igénybe. Így van, tehát nem rossz az, hogyha kapcsolatot tartanak a lakók a lakásszövetkezettel, annak sok előnye van. Köszönöm szépen Beliz Nai Pálné elnök asszonynak, hogy itt járt nálunk, és egyúttal az egész éves együttműködést is szeretnénk megköszönni, hogy minden hónapban elhozza az éppen időszerű témákat ide a magazinba, hiszen tudjuk, hogy nézik és várják is a lakók. És még talán annyi, hogy boldog karácsonyt, és egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok önnek is, és minden munkatársának. Én ugyanúgy kívánom önöknek is, mindenkinek, meg a lakosságnak is, Szombathelyen, vidéken, ahol vagyunk, ahol nem vagyunk, azoknak is nagyon boldog új esztendőt, meg kellemes karácsonyi ünnepeket, a gyerekeknek sok-sok ajándékot. Ezt kívánom. És nyugodt legyen a téli szünet. Ez a legfontosabb. Köszönöm szépen még egyszer, és januárban várjuk vissza újra. Kedves nézőink, mi pedig egy összeállítással folytatjuk. Nyílt napot tartottak a Mátyás Corvinus Kollégium Szombathelyi Képzési Központjában, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a középiskolásoknak szóló képzési program nyújtotta lehetőségekkel. A Mátyás Corvinus Kollégium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményeként 1996 óta végzi tevékenységét. A kollégium felső tagozatos általános iskolásoknak, középiskolásoknak és felnőtteknek biztosít ingyenes programokat. Szombathelyi Képzési Központjuk 2021-ben nyílt meg. Pénteken nyílt napon mutatkoztak be azoknak a középiskolásoknak, akik érdeklődnek az intézmény nyújtotta lehetőségek iránt. Érdeklődő, kíváncsi, aktív diákoknak kínálunk olyan pályorientációs, továbbtanulás segítő képzéseket, amik egy kicsit segítik őket a saját karrierútjukon. Célunk az, hogy mindenki megtalálja a saját útját itt a továbbtanulás területén, illetve képességfejlesztésben is fejlesztjük a diákokat, különböző workshopokat, tréningeket szervezünk számukra, szakmai napokat. A Mátyás Corvinus Kollégium középiskolásoknak szóló programja társadalomtudományi képzést kínál azoknak a motivált fiataloknak, akik az átlagnál olvasottabbak, tájékozottabbak szeretnének lenni, és érdeklődnek a 20. és a 21. század legfontosabb társadalmi, gazdasági és politikai eseményei iránt. Próbálunk a kor igényeinek megfelelően a diákokat rengeteg lehetőséghez juttatni. Nagyon fontos például, hogy egyet kiemeljek, az idegen nyelvű képzés. A beszédcentrikus nyelvóráink vannak, és azt szeretnénk, hogy a diákok nagyon sok külföldi lehetőséget kaphassanak meg. Így már a középiskolás programban is sok tanulmányutat szervezünk nekik, és a legaktívabb, a legszorgalmasabb diákok juthatnak el különböző országok, kultúrákba, nemzetközi programokra a MCC keretén belül. A mozgalmas nyílt napon az általános iskolás korosztálynak interaktív angolórát tartottak, a középiskolás korosztály pedig a digitális világpálya választásra, koncentráló képességre gyakorolt hatásával ismerkedhetett meg. Az előadás érintette a startupok jelenségét, és foglalkozott a mesterséges intelligencia felhasználásának lehetőségeivel is. Túlzott eszközhasználat miatt a kutatásokból látjuk, hogy a fiataloknak nem úgy fejlődik az agya, hogy kellene, tehát nem alakulnak ki azok a kötések, amik feltétlenül szükségesek mondjuk az analitikus gondolkodáshoz, az időmenedzsmenthez, a tervezés, szervezés készségekhez. Tehát ez meg kellene lenni olyan fizikai dolgoknak, mint a személyes találkozás, a természetben eltöltött idő.
Az intézmény modern és változatos ismeretek átadására törekszik. E-learning kurzusok, workshopok, szakmai napok, tehetségtáborok és külföldi tanulmányutak várják a jelentkezőket. A kedvenc programjaim az MCC-n belül a KP Plus túrák. Minden fél évben tartanak egyet az ország különböző pontjaira, visznek el minket. Ezek háromnapos kirándulások, szintén rengeteg szakmai programmal és nagyon jó közösségépítő feladatokkal. A kollégium jövő évi programjaira december 31-éig az MCC honlapján lehet jelentkezni. Itt egy esszé megírása a feladat egy választott film, olvasmány vagy színházi élmény kapcsán. A most következő beszélgetés pedig az imént látott összeállításhoz kapcsolódik. A Mátyás Corvinus Kollégium tehetségprogramjáról folytatjuk itt a stúdióban a szót. Köszöntöm nálunk Harkai Eszter régiókoordinátort, a Mátyás Corvinus Kollégium Alapítvány Középiskolai Programja részéről, és Szabó Éva régióvezetőt, szintén a Fiatal Tehetségprogram, de általános iskolásokra vonatkozó része, ugyancsak a Mátyás Corvinus Kollégium Szombathely részéről. Jó estét kívánok! Jó estét. Láthattuk tehát a nyílt nap képeit és az erről készült összeállítást. Mi volt a tapasztalat, mekkora volt az érdeklődés, egyáltalán hogy sikerült ez az alkalom? Azt gondolom, hogy ez egy jól sikerült alkalom volt. Viszonylag új helyzet volt ez nekünk, és több érdeklődő is eljött erre a programunkra. Nagyon nyitottak voltak a téma kapcsán, alapvetően a digitális gazdaság egy elég aktuális téma. Erről volt szó a nyílt napunk során, és utána az új érdeklődőknek volt lehetősége megismerni magát a középiskolás programot is. Nagyon sok kérdést fel is tettek, úgyhogy reméljük, hogy a későbbiekben jelentkezni is fognak hozzánk. És ez a jelentkezés, ehhez mi kell, ennek mik a feltételei, mire kell odafigyelniük ezeknek a fiataloknak? A középiskolás programban bármelyik évfolyam során jelentkezhetnek az érdeklődők, és most december 31-ig van erre lehetőségük. Alapvetően a Mátyás Corvinus Kollégium az MCC-nek a honlapján lehet utána keresni ennek a lehetőségnek, ott van a jelentkezési fül is, és egy választott könyv vagy egy film másfél oldalas összefoglalása és a diák véleményének kifejtésével lehet ezt megtenni, tehát alapvetően nem egy nehéz jelentkezési folyamat ez a lehetőség. Határidő? Határidő december 31. Egyébként mi a tapasztalat, hogy mekkora körből, területi körből jelentkeznek a képzési lehetőségekre? Tehát nyilván nem csak Szombathelyről, hanem a megye más területeiről is. Mi a tapasztalat, hogy honnan jönnek diákok? Nagyon sok diákunk van most Kőszegről, illetve Sárvárról is. Egy-kettő diák van Körmend és még egyéb ilyen nagyobb városokból. Alapvetően próbálunk mindent megtenni az irányba, hogy ezt szélesítsük ezt a kört, és a kisebb városokat, településeket is meg tudjuk szólítani a programmal. Mielőtt elkezdtük a beszélgetést, átvettük a legfontosabb témákat, hogy miről ejtsünk szót, és akkor elhangzott egy kulcs szó, közösségépítés. Mit jelent ez a kollégium esetében? Igen, én... A Mátyás Corvinus Kollégiumban a középiskolás programnak alapvetően két fontos célja van. Az egyik ez a szakmai lehetőség a diákok számára, olyan szakmai lehetőségeket nyújtunk, amiket a közoktatásban nem tudnak megkapni. Legyen szó akár nemzetközi utakról, akár nyelvi órákról, akár különböző előadásokról és workshopokról. És emellett a közösségépítés is nagyon fontos célja az MCC-nek. Hiszünk abban, hogy közösségben jobban tudnak tanulni és együttműködni a diákok, és minden szakmai program mögött is van arra lehetőség, hogy a diákok egymással jobban megismerkedjenek, kapcsolatot teremtsenek, kapcsolatot tartsanak egymással, kilépve az osztálytermi keretek közül, akár országos, akár Kárpát-medencei szinten. A középiskolások csak az egyik korosztály, hiszen a Mátyás Corvinus Kollégium általános iskolásokkal is foglalkozik. Mennyiben más ez a foglalkozás sorozat? A Fiatal Tehetségprogramban egy felvételi nyomán kerülnek be a diákok, és 25 fős évfolyamokkal dolgozunk. Jelenleg 3 évfolyamunk működik, de felmenőben vagy 4 évfolyammal lesz kerek a 100 fős programunk. Az általános iskolásoknak
kicsit másféle formában, az ő korosztályi sajátosságuknak megfelelően kínálunk nagyon széles körű és változatos programokat. Szombati képzési napokon valósulnak meg ezek az alkalmak, és olyan kurzusokra kell itt gondolni, amik kiegészítik az általános iskolában tanultakat, kicsit kitekintést nyújtanak olyasmire is, amiket az általános iskolában mondjuk tananyagként nem tanulnak, illetve ezek ilyen interdisziplináris kurzusok, amik nem egy-egy tantárgy köré épülnek, hanem olyan érdekes és aktuális témakörök köré, amik hasznos tudást tudnak adni. Valamint egy nagyon fontos terület a jövő tudományoké is, amiben a média világával, annak különböző területeivel, veszélyeivel, előnyeivel, hátrányaival ismerkedhetnek meg, vagy akár a pénzügyi tudatosság, mint olyan, de a csillagászat és űrkutatáson keresztül a művészet és matematikáig számos érdekes kurzust kínálunk a programba bekerülő gyerekeknek. Hányadikosok ők, mert hogy felső tagozatos, gondolom, igen, így levonva a hallottak alapján, illetve hogyan történik a válogatás közülük? Mert 25 fő azért ez nem olyan sok, tehát nyilván válogatni kell. Így van. Ötödikes a legnagyobb korosztály, akivel mi foglalkozunk, vagyis a legkisebb korosztály, akivel mi foglalkozunk, ötödikesként kerülhetnek be hozzánk, és aztán egy ilyen kvázi osztályközösségként 4 éven keresztül vannak nálunk a gyerekek. Kínálunk rajtuk kívül másoknak is lehetőségeket, pont azért, mert ez a 25 fős kis csapat, ami egy közösségé formálódik a 4 év során, az egy zárt közösség, mint olyan. Számukra nyilván mindenféle egyéb lehetőséget is biztosítunk arra nézve, hogy valóban közösségé tudjanak alakulni, de fontos számunkra az, hogy megszólítsunk másokat is a város, illetve a megye területén, akik hasonlóan motiváltak, tehetségesek, és számukra ettől az évtől kezdve klub délutánokat szervezünk, ahová be lehet csatlakozni jelentkezés által, és részt lehet venni 3 órás hétköznapi délutáni foglalkozásokon. Ez a Fiatal Tehetségek Klubja. És van egy fit kaland. Erről mit lehet tudni, és hogyan lehet bejutni, vagy jelentkezni erre? A fit kaland egy aktuális program, amiben negyedikeseket szólítunk meg. Egy kárpát-medencei projektverseny, tehetségverseny igazából, ahová 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, a mi megyénkből is, de ahogy említettem, egész Kárpát-medencéből, Erdélyből is, Felvidékről is, Kárpátaljáról is, akik többféle alkotó munkát bemutatva kerülhetnek be a döntőbe, amire aztán majd Budapesten kerül sor. Jelenleg most még csak a felkészülési időszak, illetve jelentkezési időszak zajlik, január 19-ig lehet jelentkezni. Itt erre látjuk is a plakátját ennek a fit kalandnak, igen. Van téli szünet a Matthias Corvinusnál? Természetesen van. Igen. Van. Mi is alkalmazkodunk a gyerekek iskolai beosztásához, úgymond, de igyekszünk azért a szabadabb időszakokat is megtölteni olyan családi és közösségi programokkal, amik értéket képviselnek. Nem olyan régen volt a családi napunk a Jégcsarnokban, ahová azon túl, hogy meghívtuk a Fiatal Tehetség Program és a Középiskolás Program gyerekeit, illetve családtagjaikat. Ezen kívül adtunk neki egy karitatív jelleget is, mivel adományokat gyűjtünk az Ernőszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézménynek, őket is meghívtuk erre a közös családi korcsolyázásra. Jól hangzik. Egészen széles a lehetőségek tárháza. Köszönöm szépen a beszélgetést, hogy itt voltak nálunk, és akkor a téli szünetre jó pihenést kívánok, a januári újrakezdéshez meg tartalmas időtöltést és jó foglalkozásokat, meg sok érdeklődőt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, ez volt az idei esztendő utolsó Szolgáltatók magazinja. Legközelebb 2024. januárjában találkozunk majd ismét, tartsanak akkor is velünk. Én boldog karácsonyt kívánok minden kedves nézőnknek, és legyen szerencsés az új évük. Viszontlátásra!